Köszönöm. Én nem vagyok ilyen rendes, mint a többiek. Én címet is elfelejtettem ráírni. Ugye én vagyok az utolsó, hogy viszonylag könnyű helyzet vagyok, hogy látom az előttem lévőket. A kisebbik lányom néprajzra jár, nálunk babákkal játszottak, nem SimCity-vel, tehát emiatt vagyok hátrányos helyzetben, hogy oda jár a Zsófid, és ő mesélte, ugye, amit azért hallunk a társadalomtudományok területéről, ugye, hogy van ez az oral history, amikor mindig mindenki elmesél, hogy milyen volt az ő története, és akkor ebből épül fel egy közös múlt. Itt mindenki elmesélte, hogy milyen volt az ő szemszögéből ez az elmúlt 30-40-50 év. Ugye itt a második legfiatalabb vagyok, azt nem tudom, hogy Zsolttal így korban milyen relációban vagyunk, de mi nagyjából egyidősek vagyunk. Én tök mással foglalkozom, mint a többiek. Mindig beszélünk arra, hogy hogy kezdődött a térinformatika, és akkor erre vannak klasszikus példák. Hogy kezdődött az én térinformatikám, miután már túl voltam azon, hogy ide jártam a műegyetemre, utána tanítottam térinformatikát a Kertészeti Egyetemen, tanítottam Hubert Tiborral együtt a Kvassaiba térinformatikát, egy évvel később kiadtunk térinformatika könyvet, mint Detrekő Jákos és Szabó György. És nem tudom eldönteni, hogy a térinformatikának úgy kezdődött, hogy eljött egy nagy fekete autó, vagy megcsörrent a telefon, de azt hiszem az volt először, hogy eljött egy nagy fekete autó hozzánk. Tehát ez akkor történt, amikor a kisebbik lányom, nem tudom, vagy a nagyobbik egy éves volt, feleségem otthon ült, egy nagy fekete autó megállt az autó, ház előtt valaki felcsöngetett, és akkor azt mondta, hogy minket keres, hogy választási térképet szeretne venni tőlünk. Ez volt valamikor 96-ban, és előtte már rajzoltunk valakinek egy országgyűlési választások budapesti szavazóköreit, és azért hiányzik belőle Csepel, ugye része volt Budapestnek, mert egyszerűen nem tudta beszerezni, akinek megrajzoltuk ezt a papír alapú térképet, amiről mi megrajzoltuk a digitális változatot. És akkor itt 94-ből a legelső számla, amit kiállítottunk, nem tudom, 140 ezer forintért az MDF vette meg ezt a térképet, a nagy fekete autóval, meg két évvel később az MSZP-sek csöngettek be, és szerették volna ugyanezt a térképet megvenni. Ez volt a nagy fekete autó, és van a becsöngetés. Egyszer csak csöng a telefon, és valaki azt mondja, hogy neki van egy ilyen apró problémája, hogy föl szeretné rakni a bank ügyfeleit térképre. Hát csináld. De hát ugye ez térkép kell, rendesen fölhívogattam azokat, akiket ugye mindenki emlegetett, hogy a Nemzeti Térinformatikai Projektben ugye városi önkormányzati rendszerek, mondjátok meg, rakjátok fel, tehát valami történjen. Hát mindenki azt mondta, hát milyen kataszteri térkép, meg városüzemeltetés, stb. Mi nem tudunk kezdeni azzal, hogy most felrakjunk 10 000 darab címet térképre, és akkor ezekkel elemzéseket végezzünk. Oké, hát akkor nincs B-terv, akkor csinálni kell egy ilyen térképet. Ugye ma azért sokszor az emberek meglepődnek azon a fiatalabb korosztályból, hogy mi az, hogy csinálni kell térképet? Hát van a térkép. Tehát ugye amikor a Föld keletkezett, akkor a Google Maps is megkeletkezett vele, és ez így létezik. Hát ugye ez akkor nem létezett. Hogyan csináljunk meg egy ilyen térképet? Egyetlen megoldás volt, ugye, ami látszott, hogy a katonákkal valahogy szövetkezzünk, és a DTA 50, ami egy valamilyen geometriai alapot adott, aminek ugye nem az volt a célja, hogy ebből majd egy digitális utcatérkép szülessen, teljesen más célból készült, de nézzük meg, hogy lehet felhasználni. És akkor megkerestem a katonákat, és egy ilyen kedves hangú választ kaptam ugye a Sass Sándortól, hogy hát akkor nézzük meg együtt, próbáljuk, hogy egyáltalán használható-e, vagy nem használható erre a célra. És azóta is tart ez az együttműködés, és mint rendes szerződés követő ember, azóta is fizetek a katonáknak azért a térképért, amit akkor megvettem őket, és ugye ezt a térképet már viszonylag sokan használják, tehát ebből az alapból, ami kifejlődött, az már ezekben mind benne van. Az alsó kettő szürkét azt még azért meg kéne csípni, hogy a Mapbox is használja ezt, illetve hát Kínában rengeteg globális térképszolgáltató van, hát ha az egyiknek kell ez. Még mindig a múlt 97 volt egy ilyen ballépésem, hogy az egyetem után elmentem 8 hónapig egy bankba dolgozni, és ott azt mondták, hogy tök jó, akkor marketing, és akkor ezt használjuk a térinformatikát. De hát ugye adat, ugye erről kéne szólni az előadásnak. Most ugye 97-ről beszélünk,
Ja, megvan a fax, igen, tehát amit beszkennelve láttunk, az itt van eredeti formájában is. 97-ben még lehetett egy ilyen kis narancssárga színű CD-t kapni, KSH-nál beballagott az ember, köszönt, lerakta a pénzt és elhozta ezt a CD-t, amin rajta volt a 90-es népszámlálás szavazóköreinek az összes adata. Azóta se adnak ki ilyen adatot, tehát nem lehet hozzájutni a népszámlálás adataihoz, illetve meg lehetett venni a térképet is, azt a bank 2 millió forintért vette meg. A Schreiber Benedek nemvére emlékszem, de már elfelejtettem, hogy melyik cég volt. Ők gyártották le valahogy ezt a Köszönöm szépen, tehát ők gyártották le a térképet, és ezt vette meg a bank, és ebből csináltunk elemzéseket. És ami azóta is jól működik, a BM lakcím nyilvántartás, tehát az azóta semmit nem változott, bele kell menni, köszönni kell, azt kell mondani, hogy kérek szépen lakcím statisztikát, és ugyanazokat az adatokat persze frissen adják, mint amiket 97 óta adnak. Tehát ez a szolgáltatás tök jól működik. Az adatok minősége is javul, tehát azt így látjuk azért, hogy használjuk minden évben, hogy javul. Ha térkép, akkor nézzünk néhány térképet, remélem ezek ugrálnak a színek, ezt hogy 2000-ben csináltuk robotzsarúból származó adatokkal egy ilyen bűnözési hőtérkép. Igen, még az elején azt akartam bevezetőként elmondani, csak itt a lámpaláztól nem ment, hogy van az a klasszikus kérdés, hogy hogy vagy, ugye és jól, kicsit részletesebben. Tehát ha Gyuri azt megkérdezte volna, hogy jobb-e most az adatok elérhetősége, akkor az a válasz rá, hogy jobb. Gyuri megkérdezi, hogy kicsit részletesebben nem jobb. Tehát körülbelül így állunk. 2003 amerikaiak bevonulnak Bagdadba, két hét múlva csönget nálunk valaki, hogy itt van egy CD, rajta van a legfrissebb űrfelvétel, meg egy vektoros utcahálózat, és akkor egy ottani közvéleménykutatást kell megtámogatni, hogy akkor ahhoz mintát kell választani, hogy hova menjenek ki az emberek, és hol kérdezzenek. Ugye ezt egy olyan helyen, ahol azért a házszámok annyira akkor nem voltak elérhetőek. Szolnokról akkor ez nagyon, ha már Szolnokot úgyis említettük, ez egy bűnügyi fertőzöttségi térkép, akkor nagyon lelkesek voltak a szolnoki kapitányságon, hogy lássák azt, hogy hol helyezkedik el. Ugye tehát melyek a rossz helyek, melyek a jobb helyek. Ugye 2003-ról beszélünk, tehát még a Google keresőt használjuk, Google Maps-et azért még nem annyira, mert hogy nincs. Ugye egy ilyen EU-s, ugye akkor már azért lehetett teleatlasztól térképeket venni, meg a... Igen, akkor még teleatlasz volt, ugye? Teleatlasz volt és Navtec volt, lehetett tőlük térképeket venni. Egy ilyen EU-s projekt, amiben ugye városon belüli kriminalisztikát kellett megjeleníteni. De voltak mások is, akik mondjuk a határ Nagy-Magyarországban voltak érdekeltek, ezek megint társadalomtudósok, és ugye ez egy település szintű közigazgatási határos térkép nemzetiségi adatokkal. Ahogy így keresgettem, totál elfelejti az ember, ugye magyar igazolvány iránti kérelmek megoszlása a szomszédos országokban. Nem tudom, mennyire olvasható, én nem tudom innen lentről elolvasni. Ugye ez egy 2007-es előadásból kivett valami, tehát 2007, 2005-ben kezd el a Google Maps megjelenni, akkor valahol még valami látszik belőle, és ez egy angol blogbejegyzés, ahol azt írja, hogy hát nagy lelkesedéssel használná ugye Nagy-Britániában is az ottani az Ordnance Survey-nek az adatait, de hát itt van a Google Maps, sokkal egyszerűbben, ingyenesen és könnyebben használható, bocs, akkor inkább azt használom. Tehát ugye azért voltak ilyen időszakok. Eljutottunk oda 2007 tájéken, hogy ugye volt már egy térképünk, amit az elején meséltem, de hát hiányoznak az adatok, amiket a Gyuri kért, ugye, hogy mit rakjunk rá egy térképre, amivel megpróbáljuk leírni a társadalmat és a gazdaságot. Akiknek kellett volna, azok nem nagyon gyártottak olyan adatokat, amik használhatók lettek volna. Tehát a teljére adott adatokat, vagy
Fene tudja, hogy akkor hozzáférhettünk volna egyáltalán te iradatokhoz, vagy sem, de az település szintű adat. Tehát a települések az üzleti elemzések szempontjából nagyok. Tehát azt mondjuk, hogy Debrecen. Van ott 200 ezer ember, nagyon sok különböző ember van, de csak ezt a 11. kerületet nézzük, ennek is azért elősen különböző részei vannak. Tehát valahogy olyan adatokra van szükség, ami megkülönböztet településen belül részeket, illetve tudjuk, hogy ezek az adatok hogy állnak elő, meg honnan származnak. KSH nem ad ilyet, piackutató cégek nem ad ilyet, oké, csináljunk, ha már térképet csináltunk, próbáljuk meg ezt is. Volt az első kísérlet ugye a jövedelmekre, voltak akkor is különböző, tehát a GFK kiadott jövedelmi adatokat, csak mindig ilyen no-name településekről kiderült, hogy az a leggazdabb település az országban, mert beköltözött egy gazdag ember oda, vagy oda volt bejelentve néhány autóleasing cég, és akkor az egyfőre jutó autók száma az 12 volt. És ezzel ugye azt gondolták, hogy baromi gazdag. És utána lementünk lejjebb, hogy akkor a településeken belül lássunk részeket, meg tudjunk különböztetni. Itt ugye egy olyan térkép, ami azt mondja, hogy az egyfőre jutó nettó jövedelem hogy oszlik meg Budapesten belül, vagy hát ez egy régi dia, akkor hogy oszlott meg. Tehát megpróbáltunk előállítani olyan adatokat, amikkel mélyebben láttunk valamit, tehát tényleg azt próbáltuk elérni, hogy mondd meg a címedet, és megmondom, hogy ki vagy, című szolgáltatások működhessenek. 2011 népszámlálás. 2001-ben azt mondták, hogy hát nem jó az a térkép, ami nekünk van, mert az utcákat nem két vonallal ábrázoljuk, hanem egy vonallal ábrázoljuk, és ezért akkor nem kellett a térkép. 2011-ben azért már ennyit fejlődött a világ. Rám kömlött minden, a lakcím nyilvántartás, a KSH által gondolt, létező, valós, csak remélt címek, és ezekből fejlesztettük ezekkel azért bővült a térképünk, tehát látszik, hogy hol lehetett javítani. A térképen mindig lehet javítani, azt kell elképzelni, hogy manapság, és mondhatjuk, hogy a KCR-nek köszönhetően, amit Zsolt is említett, 1000 új közterület kerül be minden évben a térképben. Tehát ennyit hoznak létre az önkormányzatok. Nem azért, mert eddig hiányzott, nagyjából azt mondhatjuk, hogy mindenről tudunk, mert évente olyan 15 millió cím megy át a kezünk között. Ennyi keletkezik minden évben. Elkezdtünk navigációs rendszereket gyártani, hogy navigáljunk, ugye ez nagyjából a vízzel egy időben történt, csak mi éppen elhaltunk, és lettek forgalmi adataink, tehát lettek valós sebességi adataink, hogy körülbelül hogyan haladnak a járművek az úton. Nem 50-nel, nem 70-nel, nem 90-nel, hanem napszaktól függő adatok voltak. Ugorjunk egy nagyot, 2015 és megint az adatokra, ugye Zsolt itt szívemnek fájdalmasan lesajnálta ezt a mesterséges intelligenciát. Ugye mi mindig azt mondtuk, hogy van térinformatika, és akkor ha vannak bizonyos helyek, akkor mondunk hasonló helyeket, és akkor nem tudom, van két változónk, ez alapján mondunk valamit. Ugye ez a gépi tanulás, amit mi csinálunk, ez nagyjából azt mondja, hogy mondjál pozitív dolgokat, mondjál pozitív helyeket, ugye mert térbeli dolgokról beszélünk, adjunk hozzá környezeti adatokat, és megtaláljuk azt, hogy milyen jellemzők írják le ezeket a pozitív helyeket, ahol az ügyfeleid vannak, ahol hatékonyan működik egy benzinkút, stb. És utána meg tudjuk mondani, hogy hol vannak hasonló jellegű helyek. Ez ugye két különböző terület, a mateknak meg a térinformatikának az összekapcsolása, minden esetben más-más projekt, van, amik ugye megrendelésre készültek, itt van pár példa, jelezzük előre, értékeljük egy kiskereskedelmi hálózat teljesítményét, próbáljunk meg ételt ajánlani a Foodpandának, ugye, és nem csak attól függ az, hogy miket rendeltél a múltban, hanem az is jellemző, ugye főleg akik még nem nagyon rendeltek, hogy merre felé vannak azok az emberek, hova történik nekik a kiszállítás. Ugye egy IT cégnél a rántótuson kívül nem sok mindent kell kiszállítani azon a környéken, vagy a kínain, tehát nem túl változatosan fogyasztanak. Szolárpanel értékesítése, mondjuk meg, hogy hol lesznek rányitottak a vezők, hol
hol érdemes egy eltöltőt letelepíteni ugye az elektromos autók számára. Ez odáig fejlődött végül tovább a dolog, hogy volt egy mobilap, azzal sétáltak sétálnak az utcán, és ahol lenyomnak, ott megmondja azt, hogy azon a helyen körülbelül milyen kihasználtságú töltőt telepíthető. Majd látunk egy jó példát a Horecára, ugye ez a hotel, restaurant, catering, tehát ahol sört iszunk, ezzel is van egy értékes eredmény, vagy elemzés. Illetve vannak ilyen szubkultúrák a világban, az egyik, akik ilyen versenyeken vesznek részt, hogy hogyan tudnak elemezni gépi tanulással, mesterséges intelligenciával, és oldjunk meg problémákat. Ilyen probléma volt ugye, hogy hogyan lehet pontosítani a gépjárművek lokációját, ez az utolsó, amit ott láttunk. A legelső, hogy hogyan mondjuk meg azt, hogy egy OTP fiókba melyik az ügyfél, melyik OTP fiókba és körülbelül hányszor fog bejönni. Ezek olyan versenyek, hogy világon mindenki elindul, aki akar, és akkor itt lehet különböző helyezéseket elérni. Pont Ernával arról beszélgettünk, ugye, hogy a Foursquare adatok felhasználása most az a verseny, hogy a Foursquare-ben lévő poikról el kell tudni dönteni, hogy ezek egy entitást írnak le, vagy különbözőeket. Nézzünk térképeket, mert ez jobban néz ki. Az agyon dicsért BM, semmi más nem csináltunk, csak megnéztük, hogy egy adott helyen mennyien laktak 2004-ben, meg 2018-ban, és ezekből az új beépítéseket nagyon szépen meg lehetett rajzolni, a zöldmezős beruházásokat, a barna mezőseket, hogy csökken a belvárosban a népesség. Mit köszönhetünk 2022-nek? Tudom, ez kicsit ilyen furán hangzik, de ugye ezt én az adatok szempontjából nézem. Ugye odáig eljutottunk, hogy van térképünk, már rá tudunk rakni valami statikus adatokat, alapvetően a népességből, jövedelemből származik. Nem tudunk semmit a mozgásokról. Mindenkit az érdekel, hogy hol vannak az emberek a városban. Lehet venni mobilitási adatokat, szintén bemegy az ember a boltba és vesz. Ugye ezek úgy születnek, hogy a mobil alkalmazásunkkal engedélyezzük, hogy helyadatot küldjön föl. Az alkalmazás fejlesztő ezt az adatot eladja egy aggregátornak, az aggregátor meg azt mondja, hogy tessék, be lehet menni, és akkor ezt meg lehet venni. Mi is így vásárlunk adatokat, körülbelül napi 6 millió koordinátát tudunk, ez ilyen 30 ezer ember átlagosan naponta. 30, nem ember, mondjuk azt, hogy 30 ezer eszköz, és arról van naponta 6 millió koordinátánk. És a döbbenet, hogy ebből azért elég jó dolgok rajzolódhatnak ki, jó, ez csak így szép piros, ugye mutatja a forgalmat, de elég jól megmutatja már a kisebb egérutakat is, amerre járhatunk. Ugye azt kell sokszor bizonyítanunk, hogy ezek nem navigációból származnak. És ez, amit itt látunk, ez minden hely, ami ki van színezve és nem fehér, az egy-egy lokáció, ahonnan kapott ez az aggregátor GPS koordinátát. És nem nagyon látszik ugye a színek miatt, vagy nem tudom mennyire, de megnézzük a Füredi-i kötőt, meg a Tihanyi révet, ugye összekötés van belőle, tehát kifutnak a Tihanyi, vagy a Füredi kikötőből a hajók, aztán mennek szanaszét a Balatonra, azért van mindenhol pötty, és valamilyen app futott a háttérben, de tényleg nem csak navigációból származnak az adatok, viszont nagyon szépen megmutatja azért az úthálózaton való forgalmat is. Vagy ki melyik osamba jár vásárolni. Szépen megrajzolhatók ezek a vonzás körzetek. Nem megyek bele a mélyére, föl lehetne tenni keresztkérdéseket, remélem tudok rá válaszolni, de csak egyet mutattam. Leszeretnék telepíteni mondjuk egy McDonald's, egy Burger King mellé, mert ugye ezek azért sokszor párosával vannak. Meg tudom rajzolni, hogy mi a valós vonzás körzete annak a helyszínnek. Nem az van, hogy bejön a multi, hozza az 10 éve ki talált módszertanát, hogy akkor aki 10 percen belül elérhető autóval, az az én vonzáskörzetem. Nem. Itt tényleg meg lehet mutatni, hogy reggelenként jönnek a melósok az M5-ösön, megállnak ott, este másfelé visszamennek az emberek, és azok térnek be oda vásárolni. Területhasználat. Ugye azt gondoljuk, hogy a területhasználat nagyon sok mindent elmond azokról, akik ott laknak, vagy a beépítés jellege. Vannak európai szintű adatok, Corin. Itt van Magyarországra a Nőstép, ami egy 2015-ös állapotot mutat, viszont itt vannak az űrfelvételek, amiket lehetne használni, ezek nagyon sok mindent elmondhatnak
egy adott területről. Ugye itt mindig jön a, és akkor mondjuk azt, hogy a 30 éve, de gondolom 30 év, vagy 40 éve is létezett ez a probléma. Hogyha szeretnék egy egész ortofotót Magyarországról, vagy egy űrfelvételt, akkor ezt a 200 milliót le kell pengetnem, és megvan ez a felvétel. De ennél az üzletelemzésekhez nincs ilyen mélységre szükség. Maximum akkor van, ha meg akarom számolni itt, hogy hány darab medence van. Akkor kell ez a felvétel, kell ez a felbontás. Egyébként csak azt kell látnom, hogy mi egy területnek a mintázata, mennyiben különbözik egy másik területtől, mert akkor az ott lakók is különbözni fognak. Itt csak néhány képet látunk egy budai részről, különböző, ez egy NDVI index, ezekről már nem is tudom, hogy milyen indexek, de most épp ezeket próbáljuk meg felhasználni arra a meglévő társadalmi-gazdasági adataink mellett, tehát vannak a társadalmi-gazdaságiak, az űrfelvételek, a mozgásadatok, hogy ezek alapján jellemezzünk, írjunk le egy környezetet. És ha már sörről beszéltünk, ugye egy ilyen elemzés során kijött, hogy ahol nagyobb a munkanélküliség, ott több sör fogy. Hát van az embereknek idejük arra, hogy sört igyanak. Utolsó előtti, valaki bejött, hogy hát én szeretnék 10 négyzetkilométernyi naperőművet telepíteni. Még egyszer, 10 négyzetkilométernyi naperőművet telepíteni. Itt azért a kábel elhúzása a legközelebbi elosztóhoz az is, nem tudom, kilométerenként 250 millió. És akkor erre kellett elemzést csinálni. És egy kép az Óbudai Egyetemtől, ők ugye informatikusok, az a kép azt mondaná el, hogyha egy minél gazdagabb környéken laksz, tehát egy olyan környéken, ahol minél magasabbak a lakásárak, akkor egy olyan környéken dolgozol, az irodád is egy olyan helyen van, ahol magasabbak az irodárak, meg az ingatlanárak. Tehát a munkahely, a lakóhelyed státusza és a munkahelyed státusza között összefüggés van. Tehát van még honnan adatokat gyűjteni és adatokat elemezni. Köszönöm szépen a figyelmet!